Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, aki már a Skype túlsó végén. Jó napot kívánok, tanár úr, ma is üdvözöljük. Én köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok! Szolgálati közleményekkel fogunk kezdeni. Először is arra kérnék mindenkit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ugyanis csak néhány feliratkozó kell ahhoz, hogy meglegyen a 94.000. tagunk, úgyhogy nagy örömmel várunk mindenkit, és nagyon köszönjük, hogyha feliratkoznak, illetve továbbra is nagy tisztelettel fogadjuk az adományaikat a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPal-on keresztül, és ezt a leírásban is megtalálják. És többen kérdezték, hogy lehet-e devizákban utalni, a PayPal-on keresztül igen, illetve euróval, eurós bankszámlánk is van, és nagyon köszönjük. Akik pedig támogatnak minket, kérem, hogy regisztráljanak, hiszen akkor különböző virtuális ajándékokkal gazdagodnak, mint például a közönség találkozóink vágatlan felvételeivel. És még egy örömteli hírt szeretnék bejelenteni, hogy már előrendelhető Nógrádi Györgynek az új könyve, aminek az a címe, hogy Bonntól Berlinig, az NSK és vezetői 1949-től 2022-ig. Ez a könyv néhány napon belül jön ki a nyomdából, Nógrádi tanár úr pedig szeptember 27-én érkezik hozzánk dedikálni, tehát akik szeptember 27-éig rendelnek rajtunk keresztül, ők dedikálva kapják meg ezeket a könyveket. Továbbá örömmel jelentem, hogy a könyvrendelési procedúrát a feleségem vette át, és Kinga arra kért, hogy mindenképp mondjam el, hogy mostantól még gyorsabban fogunk válaszolni a levelekre, és azt is kérte, hogy ha esetleg bárkinél van bármi elakadás, akkor a szervezés.ultrahang@gmail.com e-mail címre, de ezt majd a leírásban megtalálják, írjanak e-mailt, és segíteni fogunk. Azért találtunk néhány olyan könyvet, ami elkallódott itt a szállítás közben. Volt, amit egyébként a futárcég háromszor is kiszállított, de a vevő nem kapta meg, ezért is szeretnénk most még inkább rendbe tenni a könyvszállítást, de azért egyébként megnéztük, hogy több száz könyvet rendeltek az elmúlt egy évben a kedves hallgatók, és ebből körülbelül ilyen 10-12 volt az, amivel probléma volt, de hát minket az is nagyon bánt, úgyhogy szeretnénk, hogy ez itt teljesen rendben legyen, tehát ha bárkinek a könyvvel kapcsolatban üzenete van, akkor kérjük, hogy jelentkezzen. A tanár urat pedig kérdezném, hogy lesz-e a következő időszakban előadása. Igen, lesz, kezemben a naptár. Ma délután megyek Szlovákiába, szerintem ez már késő, Zsiharecre, ez Komáromtól néhány kilométer. Holnap délután 6 órakor Dolinkán, szintén felvidéken tartok előadást, és ami nagyon fontos, jövő héten is lesz előadásom, de 19-én hétfőn, 18 órakor a Batthyány Lajos Alapítványban lesz a könyv bemutatom. Aki akarja, jöjjön el, ez fönn van a várban, Csónak utca 2. És ha javasolhatok valamit, bármivel jöjjön, csak ne kocsival, lehetetlen parkolni, és lehetetlen megfordulni. Egyszer mentem kocsival, a 100 métert visszafelé 30 perc alatt öröngbe tettem meg, lehetetlen megfordulni, tehát bárkit várok. Eddig úgy néz ki, hogy két nagykövet ott lesz, és beszélgetünk, de meglátjuk, hogy másik kettővel tudunk-e videókapcsolatot létesíteni. Illetve gyönyörű környezetben lesz a könyv bemutató, hiszen a Batthyány Alapítványnak kiváló székhelye van. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, tehát a könyv bemutatóra szeptember 19-én 18 órakor, ahol egyébként a tanár úr személyesen is dedikálja a könyveket. Ezt azért tartom fontosnak jelezni, mert többen kérdezték, hogy a posta költséget hogyan tudnák megúszni. Hát például úgy, hogyha személyesen elmennek valamelyik dedikálásra. Ezek voltak a szolgálati közlemények, köszönjük a türelmet, és akkor most jöjjön ilyenek a mostani legfrissebb hírek, mert hogy mind az orosz-ukrán háború területén, mind Európa területén úgy tűnik, hogy beindult az őszi nagyüzem, Liz Truss lett Nagy-Britannia miniszterelnöke, azt látjuk, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, és különböző nyilatkozatot tesz büszkén arról, hogy immáron a norvégok több gázt szállítanak, mint az oroszok, és az orosz-ukrán fronton is ukrán ellentámadás, tehát sok minden történik. A tanár úr szerint melyek azok az események, amikre most a legfontosabb odafigyelni? A válaszom az, hogy ön tökéletesen felsorolta, tehát a válaszom az, hogy igen. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra, ez volt a mai műsor. Igen, de egy kicsit részletesebben. Nagyon érdekes a brit választás. A hölgy, aki külügyminiszter volt, úgy lett miniszterelnök, hogy győzött a pártbeli szavazáson, de ezt nem a nép választotta meg, hanem egy 160 000 körüli pártak, kettő. Győzelme nem volt nagy. Egyel korábban Boris Johnson sokkal nagyobb győzelmet aratott. Mik a dilemmái?
orosz-ukrán háború. Ő bejelentette, hogy elmegy Kijevbe, a Zelenszkij bejelentette, hogy ő volt az első, aki fölhívta és gratulált, vagy így van, vagy nem, nincs jelentősége. Bejelentették, hogy ettől kezdve Nagy-Britániából az ukrán katonákat nem három, hanem 5 hétig képzik. Elmondták azt, hogy a képzés nem egyszerű, mert a katonállomány rendkívül gyenge. De van egy Covid, van egy északír válság, van egy skót válság, van egy Nagy-Britannia kontra Európai Unió szembenállás. Tehát nagyon sok a problémája az új brit miniszterelnöknek, elnézést, hát van egy infláció. Rengeteg a probléma, meglátjuk, hogy ebből hogyan tud sikeresen kijönni, de nem egyszerű. A másik az orosz-ukrán háború, ez is egy nagyon nehéz dolog, mert ahogy ön mondta, jön az ősz, és ennek nagyon sok következménye van. 2 nappal ezelőtt este, és ez nem a reklám helye, de ha valaki jól tud németül, nézze vissza, a Das Erste vagy ARD, tehát az egyes német közszolgálati csatornán egy 75 perces vita volt, ahol megint ott volt Melnyik, aki Ukrajna németországi nagykövete, visszamegy most államtitkárnak, külügyi államtitkárnak Kijevbe, és követelt. És rendkívül érdekes volt, hogy a szociáldemokrata párt nevében résztvevő Steinmeier azt mondta, hogy maga mindig követel. Mire nem azt mondta Melnyik, hogy köszönöm, hogy mit adnak ingyen, hanem azt mondta, hogy maguk 60 milliárd euró, pontosítok 65, de ő 60-nak mondott, támogatást adnak a lakosságnak, és ennek csak 1/1000-ét adják oda Ukrajnának. Hihetetlen demagóg duma. A másik megjegyzése úgy szólt, hogy mi az életünkért harcolunk, maguk a jólétükért. Szóval egy picit nagyon demagóg volt. Most egy új nagykövet jön, úgy hívják, hogy Makajev. Makajev az, és ez is érdekes, aki eddig Ukrajnán belül a kormány szankciós politikáját koordinálta, tehát a előjelek nem túl jók. Az ukrán miniszterelnök elment Berlinbe, ahol megkapta a legnagyobb kitüntetést a német kancellártól, Scholztól, de amit kért, hogy Németország szállítson több nehéz fegyvert, ezt a németek elutasították. Ukrajna azt kérte, hogy soron kívül kapja meg a most következő részt a von der Leyen-től, tehát a Európai Uniótól, meglátjuk, hogy mi lesz. Eddig Ukrajna követelt havi 5, most 7, majd újabban 9 milliárd eurót, hogy működni tudjék. Pár héttel ezelőtt Ukrajnáról nyíltan kiderült, hogy fizetésképtelen. Nagyon érdekes a helyzet. Ön még egy dolgot mondott, hogy ukrán támadás. Igen, a nyugati hírszerzések vezérkarok lejelentették, hogy Ukrajna elfoglalt 3 falut. Vagy igen, vagy nem. De a lényeg az, hogy az a stratégiai áttörés, amit ígértek, az nem következett be. A herszoni front érdekes, mert ha lett volna áttörés, nem volt, akkor az ukránok el tudták volna vágni újabb Krimet orosz szárazföldtől, de ez nem következett be. Lehet még ukrán áttörés ezen a fronton? A válasz az, hogy olyan mennyiségű nehéz fegyvert kapnak, hogy bármi lehetséges, de hát azért az elmúlt napokban Putyin 137 ezerrel növelte az orosz haderő létszámát, tehát nekem a bajom az, hogy megyünk be az eszkalációba. A NATO főnöke, NATO főtitkár azt mondta, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Igen. Én másnap elmondtam, hogy Ukrajna sem. Tehát itt csak a magyar álláspont jöhet be, hogy előbb fegyverszünet, majd béke. Rendkívül érdekes a Zelenszkij, mit mond most, hogy csináljanak 8. szankciós csomagot Oroszországgal szembe, senki ne vegyen tőle kőolajat, földgázt, és legyen ásapka, a magyar az orosz profit minimálisra menjen le. Oké, de akkor az oroszok eladják a kőolajat, földgázt Ázsiába. Nagyon érdekes volt Zelenszkij, aki azt mondta, hogy senki Oroszországban ne jöhessen be az Európai Unióban, ne legyen vízum. Ezt néhány ország, a baltiak, a skandinávok, a lengyelek támogatták, a többiek a szigorítások mellett voltak, és nem amellett, hogy teljes tilalom legyen, tehát megint egy rendkívül kontraproduktív ukrán politikával állunk szemben. A saját műsoromban pont tegnap beszéltem arról, hogy az orosz turistáknak a hiánya az már így is komoly gondot okoz Európában is, Magyarországon is, és az egész világon is. Másrészt, hogy ugye gyakran kikéri magának Ukrajna azt, hogy náci, és én tényleg nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de azért az, hogy valakit származási alapon diszkriminálnak, mert hogy azt mondja Zelenszkij, hogy ezzel az oroszok hozzájárulnak ehhez az agresszióhoz, mint oroszok, mint nép. Szóval, hogy ez azért meg tényleg kezd a fajelmélethez hasonlítani. Én megmondom őszintén, hogy nagyon irritál a ukrán vezetés politikája, és nekem nagyon érdekes volt ez a német műsor, mert akik az utca emberei,
küldtek be üzeneteket, azok egytől egyik azt mondták, hogy a szankciós politika hibás, tessék gázt venni Oroszországtól, mert sokkal olcsóbb, és csináltak egy országos felmérést, ahol kiderült, hogy a volt NDK lakóinak 70%-a azt mondja, hogy ha az északi áramlat egy nem működik, akkor nyissák meg az északi áramlat kettőt. Ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát rá lehet térni, de a lakosság ezt óhajtja. Nem támogatja a szankciós politikákat. És ha megnézi, Prágában óriási tüntetés volt a kormány politikája ellen. A volt NDK-ban Lipcse területén óriási tüntetés volt. A belga kormány elmondta múltkor nyilvánosságra hozta, hogy a bejövő ukránok 39%-a hajlandó dolgozni, a többi nem. Egyre több nyugati barátom közli velem azt, hogy Svájcba, Németországba, Ausztriába elegük van a luxus-luxus kocsikkal bejövő ukránokból, és azok randalírozásából. Tehát nagyon nehéz ez az ukrán politika. Rendben, most támogatjuk, hogy ez mennyire elvű alap, arról lehetne egy beszélgetést folytatni, de a jövő kétséges. Ön is említette a prágai tüntetést, és azért az engem is meglepett, hogy ott a becslések szerint ilyen 80 ezer környéki ember vonult ki az utcára, és kifejezetten ugye a szankciós politika, a fegyverszállítás és ezek miatt tiltakoztak. Ez mennyire, ugye Prágában volt már olyan, amiből aztán most majdnem a vírus szót használtam, de majd pozitívabbat szeretnék használni. Szóval tendencia lett, és más országok is átvették. Mennyire lehet arra számítani, hogy Európa több területén is hasonló tiltakozások indulnak el? A válaszom az, hogy előbb-utóbb be kell, hogy induljon. A migrációs politikája az Európai Uniónak megbukott. Ezt nem hajlandó elismerni. Üzöllenek a migránsok. Elnézést kérek. Én ledöbbentem azon, hogy a Zelenszkijnek van egy luxus villája Toszkánában. Közel 4 millió euróért vette. Míg akkor vette, amikor nem volt államfő. Honnan a csodából volt egy villára 4 millió eurója? Én kiszámoltam azt, hogyha mint színész idézőjelben hülyére kereste magát, és havi 500 ezer nettója volt, ami horribilis pénz Ukrajnába, akkor is 200 évig minden pénzét féle kellett, hogy tegyen, ne egyen, ne igyon, ne öltözzék, stb. Tehát semmi nem stimmel. A nyugati sajtó ezt nem veszi elő, mert Zelenszkij most a nyugat barátja, és támogatni kell. Prága. Itt megindult egy tüntetés. Kérdés, hogy ez hova megy tovább? Mennyire fognak az emberek télen fázni? Itt bejelentette a von der Leyen, hogy több norvég földgáz jön be, mint orosz. Persze, mert az orosz megpróbálják kizárni Nyugat-Európából. De ez megint kontraproduktív. Én végignézem naponta a különböző hírforrásokat. Hát 70%-kal nőtt az orosz nyersanyagok exportja, nem kőolajföldgáz és szénről van szó, egyebekről, az Európai Unióba és az USA-ba, főleg alumínium. Tehát van, amiről beszélünk, van, amiről nem beszélünk, és nagyon felemás ez a nyugati politika. Én várom a tüntetéseket. Ha már Zelenszkijt említette, meg a korrupciót, jött ezzel kapcsolatban egy kérdés, ami így szor. Kedves tanár úr, szinte minden adásban elmondja, hogy a Zelenszkij korrupt. Én ezt látom, és egyet is értek vele, de nem értem, hogy ez most miért lényeges információ. Békeidőben lehetne elemezni, utána járni, de jelenleg háború van. Ukrajna a 122/180. Helyen helyezkedik el a korrupció indexen, még Oroszország a 136. helyen. Nem értem, miért került ennyire fókuszba a korrupció, amikor mindkét fél iszonyatosan korrupt, sőt az Oroszországban sokkal több pénzt tudnak lopni. Mennyire probléma a korrupció az ukrán, illetve az orosz oldalon? Putyin korrupt, és ha igen, mennyire? Hogy befolyásolja a háború a korrupt? Hogy befolyásolja a háborút a korrupció? Most a korrupciós vádak Zelenszkijt gyengítik, de akkor Putyint miért nem támadják, hogy mekkora a vagyona és honnan van? Üdvözlettel, család! Utóirat, ha önt csokival lefizetik, az korrupció, mosolygó fej. Egy, fogytam 12 kilót, kettő, alig eszem csokit, három, elfogadom a csokit, elfogadom, hogy korrupt vagyok, várom a csokit. De azért van egy-két dolog. Egy, a Zelenszkij az Európai Unió pénzét lopja, a Putyin az orosz költségvetésből lop. Tehát most hülye a válaszom, a Putyin rengeteg pénzt szed magának, de az orosz pénz, na most hogy kerül az oroszokhoz pénz, erről lehetne beszélni. De Zelenszkij azt a pénzt lopja el, amit az Európai Unió költ, majd magyarul a mi adóforintjainkat. Másik, itt elhangzott, hogy 122. legkorruptabb állam. Igen. Tehát jelenleg Ukrajna Fekete-Afrika szintjén van korrupcióba. Zárójel. Az oroszok még rosszabbul állnak. Csak jelenleg Ukrajna a szövetségesünk. Oroszország, nem mondom, hogy az ellenségünk, de az Európai Uniónak és a NATO-nak
mondjuk úgy, hogy nem a kedvence. Németül volt egy kifejezés, hogy Feindbild, ellenségkép, majd a hidegháború után fölváltotta az, hogy Bedrohungsbild, fenyegetettségi kép. Tehát Oroszországet, mint fenyegetettséget veszük figyelembe. Nem a szövetségesünk, nem a partnerünk, de Ukrajna az. És Ukrajna tőlünk szedi be havonta pénzeket, miközben a tartozásait nem tőleszi, miközben mindent, amit mozdítható, eladnak, ellopnak, stb. Tehát teljesen igaza van, túl nagy különbség Ukrajna és Oroszország közt nincs, mindkettő rendkívül korrupt, és mondok valamit, ami nagyon nem fog tetszeni sokaknak. Ez érződik a nyugatra kiment ukránokon. Nem tudnak beilleszkedni egy fejlett nyugati, döntően korrupciómentes társadalomba. Ugyanez a problémája a migránsoknak is. Mi a helyzet az orosz kisebbséggel az orosz határokon túl? Kérdezem ezt azért is, mert a héten volt egy ilyen hír, hogy Putyin meghirdette a határon túli orosz kisebbségeknek a védelmét, ami sokak szerint már a Szovjetunió előállítását idézheti elő. Helyreállítását idézheti elő. Lavrov tette egy nagyon buta nyilatkozatot, én a Lavrovot ennél sokkal értelmesebbnek tartom, hogyha kellőkben menek Moldovába, mert ott egy területen orosz kisebbség lakik, kettő. Én nekem rendkívül fura, hogy ma orosz ellenesség első vonalában három balti állam van. Mind a háromban óriási orosz kisebbség van. Ezeket a kisebbségeket elnyomják. Nagyon érdekes intézkedéseket hoznak ellenük. Pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy Litvániában bejelentette az ottani két kulcsminiszter, hogy ha az oroszok föllépnek a kormány az orosz kisebbség ellen. Nyilván Putyin kártyái közt ott van az, hogy föllázítja a balti államok orosságait. Mit ér el vele? Hát egy rendkívül komoly polgárháború körüli helyzetet. Nyilván ezeket a oroszokat leverik, ha kell NATO segítséggel. De látszik az, hogy az orosz kisebbség ugyan nincs megoldva. Putyin mit mondott? Hogy a 20. század legnagyobb tragédiája volt a Szovjetunió szétesése. Igen, az ő szemüvegén keresztül. A Jelcin temetésére elment, hiszen Jelcintől ő vette át a hatalmat. A Gorbacsovnak elvileg elment a kórházba, és lerúgta kegyeletét a Gorbacsov sírjánál, de a temetésre nem ment el. Ebbe a putyini politika lényege benne van. Nyilván Putyin is azt nézi, hogy hol vannak azok a határok, ameddig Oroszország elmegy. Ehhez egy sikeres Ukrajna elleni katonai akció kellene, ez jelenleg pillanatnyilag nem sikeres. Nyilván az orosz politika célja az, hogy ami lehetséges, ahol orosz kisebbség van, azt támogatni. A kérdés az, milyen áron, milyen eszközökkel és milyen pontig. Én naponta olvasom az európai vezetők nyilatkozatait, hogy az oroszok elmennek Spanyolországig, Atlanti-óceánig, szerintem kizárt. Nyilvánvaló a putyini cél az, hogy az orosz rabta területekből, amit lehet visszaszerezni. Ennek része volt 2014 Krim, ennek része most a Donbass elleni hadviselés, stb. Tehát én ezeket látom, én nagy háborút az oroszoktól, hogy átlépik a Szovjetunió korábbi határait, kizártnak tartom. Ide egy kérdés, tisztelt Nógrádi úr és Tamás, a német adásokat, vitaműsorokat hallgatva folyamatosan azt hangoztatják, hogy azért kell kiszorítani az oroszokat az elfoglalt területekről, mert amennyiben ezeket átadnák, Oroszország nem állna meg. Ezzel indokolják a további fegyverszállítások, harcok szükségességét. Van-e valamilyen mód arra, hogy ez garantáltan ne történhessen meg egy esetleges békekötés után, csak az észszerűségben lehet bízni? Svájcban élek, és folyamatosan azt hallom, hogy Ukrajna Európát védi. Ezt el is hiszik, mert a tájékoztatás a médiában nagyon egyoldalú. Köszönöm a válaszát, Éva. Egy, köszönöm a kérdést, kettő, teljesen igaza van. Három, sajnos a nyugati tájékoztatás az orosz-ukrán háborúról abszolút egyoldalú. Tehát mindenbe kihozzák, hogy az oroszok a bűnösek, stb. Mondtam, utoljára beszéltünk arról, hogy Zelenszkij fogadta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőinek delegációját, majd kijelentette, hogy három gyáva, szó szerint idézem Zelenszkijt, szervezet van, és szakmaiatlan mondta, az egyik az ENSZ, a másik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a harmadik a Nemzetközi Vöröskereszt. Az én problémám, hogyha így gondolja, akkor miért ült le a NAVI-vel, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel tárgyalni. Tehát én azt látom, hogy ma a nyugati sajtó abszolút arra játszik, hogy Oroszország agresszor, állítsuk meg, büntessük meg, és támogassuk Ukrajnát. Hát von der Leyen a bledi beszédében három pontot mondott. A második pont az volt, hogy támogassuk a demokráciákat. Kik a demokráciák? A Nyugat-Balkán. Lehet vitatkozni, valami van benne, és Ukrajna. Valaki mondja meg, hogy Ukrajna mitől demokrácia. Ha Ukrajna demokrácia, akkor Oroszország is demokráciát. Körülbelül hasonló szintű diktatúrák vannak mindkét országban.
Elnézést. A Zelenszky üzent a németeknek. Olasz mondta, hogy miért nem tiltják be Németországba azokat a pártokat, amelyek kormány ellenesek, nézzék meg, hogy Ukrajnába ezeket betiltotta. Ebben minden benne van a mentalitása, benne van, hogy alapvetően nem érti az európai folyamatokat. Visszatérve egy kicsit a különböző megmozdulásokra és a szankciókra, hogy azt lehetett látni, hogy Olaf Scholz német kancellár most már elutasított több ukrán kérést, ez is a napokban volt, mert hogy az ukrán miniszterelnök még a múlt héten Németországba utazott, ott megint benyújtotta a különböző igényeket, többek között különböző harci járművekre, és Scholz ezt most nagyon udvariasan elutasította, de hát ugye látjuk, hogy mindezt megelőzte egy tüntetést. Elsöpörhetik-e a különböző forradalmak és tüntetések a ukrán támogatásokat, illetve az orosz szankciókat? A válaszom az, hogy ma még nem. Ugyanis ma a lakosság kizárólag egyoldalú híreket kap, tehát ő nem azért megy ki az utcára, mert Ukrajna korrupt, ő azért megy ki az utcára, mert azt érzi, hogy a gázszámláját és egyéb számlákat nem tud fizetni. Tehát ő a saját bőrén érzi a rosszabbodó helyzetet, és nem gondolkodik regionálisan, vagy elnézést kérek globálisan. Nagyon érdekes. Én reggeltől estig a német híradásokat nézem. Hihetetlen korrekt mindenbe, kivéve a migrációt és az orosz-ukrán háborút. Tehát pakisztáni árvízről hihetetlen korrekt tájékoztatása van, de az orosz-ukrán helyzetről nem. Gonoszak az oroszok, jók az ukránok, nem igaz. Ennél sokkal árnyaltabbak én. És ön szerint ezt ki dönti el, hogy hogyan tájékoztasson például a német televízió arról, hogy mi zajlik Ukrajnában? Nyilván a televízió vezetése, nyilván miután hárompárti kormány van, ez egy megosztott vezetés, nyilván a három párt próbálja az akaratát érvényesíteni, de hát nagyon nehéz a helyzet. El lehet-e söpörni a német kormány? Nem. A német törvények szerint, ami a Weimari köztársaság példáján jött létre, csak úgy tudok egy kormányt leváltani, ha előtte megválasztom az új német kancellárt. Nem tudom, beszéltünk erről róla. A német történelemben konstruktív bizalmatlansági indítvány először 49-ben jön létre az NSZK, 72-ben volt, és akkor se volt sikeres. Egyszer sikeres, amikor a liberális párt szőröstől bőröstől ott hagyja Helmut Schmidt-et, és átáll Helmut Kohl mellé. De egyébként ezek nem voltak sikeres kísérletek, tehát most is akkor lehetne valami, ha több párt megállapodna előre, de ez megint nem a nép hangja, hanem ez a párt bürokráciák egymás közti megegyezésének lenne a hangja. Ugye szeptember 24-én választások lesznek Olaszországban, ahol nagy valószínűséggel a jobb oldal fog kormányt alakítani. Ezzel sokan azt mondják, hogy kezd helyreállni a világnak az a rendje, ami mondjuk Benjamin Netanyahu-val, Donald Trump-al, Matteo Salvini-vel és a többiekkel eddig úgy a háttérbe szorult. Mire lehet számítani akkor, ha Olaszországban egy jobb oldali kormány lesz? Már csak azért is, mert a mostani nyilatkozatokat megnézve elég erőteljes mondatok hangoznak el. Salvini ugye többek között azt mondta, hogy az Európai Unió térítse meg a szankciók okozta károkat, stb. Stb. Tehát ha már nem csak Magyarország lesz ezen a porondon, úgyhogy azért szerintem Magyarország is önmagához képest egész mérsékelt álláspontot foglal el hivatalosan a szankciók meg az orosz-ukrán háború kérdésében, mennyire változhat meg a helyzet? Nagyon, ugyanis ebben a percben létrejön egy olasz-lengyel-magyar blokk, ami ezekben a kérdésekben egységes. A lengyel is ott lesz? A lengyel biztos, hogy ott lesz, hiszen a lengyel miniszterelnök 2 vagy 3 nappal ezelőtt bejelentette, hogy újra kell alakítani a V4-es együttműködést és a Varsó-Budapest tenger. Miért? Mert a lengyelek nem kapták meg azokat a pénzeket, amiket vártak. Nem szerelemből állnak mellénk, hanem megint érdekalapon. Ha győz Olaszországba jobb oldal, akkor új európai helyzet lesz. És van még egy kérdés, hogy a novemberi amerikai félidős választásokon mennyire törnek előre a republikánusok. Ha valaki figyeli az amerikai belső helyzetet, az látja, hogy olyan demokrata támadás van jelenleg a republikánusok ellen, mint talán soha a történelemben az amerikai polgárháború óta, és Biden nyilatkozik, és mit mond, hogy azt akarja, hogy 2 év múlva neki Trump legyen az ellenfele, mert egyszer már legyőzte Trumpot, és 2 év múlva újra legyőzi. Nagyon nehéz a kérdés. Biden alkalmatlan elnöknek. A Biden fiának botrányai, a kínai, ukrán ügyei, nőügyei, kábítószeres ügyei, nyilván ezt előveszik, és ez egy rendkívül komoly kártya lesz. A túloldalon a republikánusoknak el kell dönteni, hogy indítanak egy fiatal elnökjelöltet, vagy még egyszer megpróbálják-e harcot Trumpot.
Jött egy ilyen kérdés, hogy kedves Tamás, kedves tanár úr, az elmúlt 6 hónapban több, talán 8 orosz üzletember életét veszítette, vagy idézőjelben öngyilkos lett, vagy meggyilkolták, vagy tisztázatlan körülmények között halt meg. Sokak neve az energiaszektorral kapcsolható össze. Kinek és miért volt érdeke ezeknek a személyeknek az eltávolítása? A válaszom az, hogy nyilvánvalóan titkosszolgálati akció volt. Lehetetlen megmondani, ki csinálta. Én mindig megdöbbennek, amikor azt mondják, az igazság végül mindig kiderül. 10-ből 9 és fél esetben soha nem derül ki az igazság. Itt nyilvánvaló voltak olyan orosz oligarchák, akik szembe mentek Putyinnal. Voltak olyanok, akik vagyonuk egy részét a nyugati szankciók miatt elvesztették. Teljesen vegyes a kép, senki pontosat nem tud. Olvasom az ezzel kapcsolatos találgatásokat, de ezek találgatások. Tehát erre lehet beszélni, de ez körülbelül ugyanaz, hogy kiölte McKennedy. Oswald? Igen, nem. Ki? Tehát a válaszom az, hogy lehetetlen megmondani. Tény az, hogy Oroszországon belül a hatalom átstruktúrálódott, és jelenleg Putyin körének van teljhatalma, másnak nincs. Egyébként nagyon érdekes, hogy Zelenszky az orosz turistákat kitiltó beszédében azzal érvel többek között, mert hogy a turisták közé gyilkosok vegyülnek el, akik aztán elkezdik megölni a különböző embereket, többek között ezekre a rejtélyes gyilkosságokra utalva. Akkor én üzenem Zelenszkynek, hogy az ukrán migránsok közt rengeteg ukrán hírszerzőt dobtak át Európa minden országába, akik elvegyülnek, és mind menekültek fognak élni, és ez jövőben az európai ukrán kapcsolatokat azért meg fogja terhelni. Illetve a hallgatónak van még egy kérdése, ha Magyarország nem kapja meg a nekijáró EU-s pénzeket, Magyarország sakban tudja-e tartani az EU-t valamivel, ha igen, mivel, és ezt a lehetőséget bevetnie a magyar kormány? Hálásan köszönöm, Mónika Berryből, Walesből. Néhányszor voltam Nagy-Britániában, én ott is nagyon jól éreztem magam. A válasz az, hogy mindent megteszünk, hogy a pénzt megkapjuk. Megtettük azokat a jogi lépéseket, amiket az Európai Unió követelt. Van egy miniszter, a Navracsics úr, aki korábban az Európai Unió egyik biztosa volt, és ő tárgyal. Tehát reméljük, hogy minden rendben lesz, de azért jelezni szeretném, hogy Magyarországnak vétójoga van, és ezzel a vétójoggal eddig is többször éltünk, amikor a magyar nemzet érdekelt meg. Köszönjük szépen, és akkor most egy nagyon aranyos kérdés következik. Tisztelt Nógrádi úr és szerkesztőség, a fiam kérdéseit közvetíteném önök felé, amire nem tudtam a válaszokat. Sok 20. századi konfliktusról, például a II. Világháborúról, a vietnámi háborúról, a koreai háborúról, fényképek, videófelvételek garmadája áll rendelkezésünkre. Míg az orosz-ukrán konfliktusról, figyelembe véve, hogy ma már boldog-boldogtalannak van okostelefonja, katonáknak, civileknek egyaránt, alig látni olyan fényképeket, mozgóképeket, ahol nagyobb méretű csapatmozgást, fegyveres csoportosítást mutatnak be, talán a háború első hetei kivételeivel. Hellyel közzel egy-egy magányos ágyút, néhány katonát látni a felvételeken. Az érthető, hogy a katonák nem tölthetnek fel felvételeket a közösségi hálóra a saját erőikről, de vannak civilek is, valamint egy kisebb-nagyobb harcjármű összevonás megsemmisítéséről közölt felvételek jó propagandának tűnne az adott fél számára. Illetve gyakran látni olyan felvételeket egy-két harcjárműről, amik olykor megkérdőjelezhető eredetűek lehetnek. Például harckocsi tetejére fordulva valamilyen robbanástól, közben pár tíz méterre az ablakok a házakon nincsenek betörve, és más hasonlók. Nem a háború valóságát kétlen, pusztán nem értem a leírtakat. Válaszokat köszönöm Zoltán Kaposvárról. Jó a kérdés. Egy. Jelezni szeretném, hogy mindkét fél pofátlanul. Állandóan szódik. Az oroszok és ukránok is, kettő. Ukrajnában letiltották, hogy bárki bármit filmezhet, és ezt háborús cselekményként fogják. Három. Hát azért Oroszországban kb. 3 nappal ezelőtt egy újságírót, aki próbált adatokat szerezni, 22 év börtönre ítéltek. Tehát nem túl egyszerű a helyzet. Négy. Azért, ha megnézi a nyugati csatornákat, állandóan közvetítenek, de ezek rendkívül tendenciózusak. Tehát általában az ukránok által piacra dobott információkat kapjuk, kilőttek orosz harckocsikat, kilőttek orosz tüzérségi eszközöket, vezetési pontokat, egyebeket. Teljesen igaza van. Itt alig van információ a háborúról,
és ezt tudatosan csinálják. Az ukrán álláspont az, hogy ha bármit nyilvánosságra hoznak, azt az oroszok felhasználják, az oroszoknak ugyanaz a véleménye, lehet információhoz jutni. Egyik magyar hírportál naponta számol be filmekkel. Ezek olyan filmek, amik rendelkezésre állnak az orosz háborúról, de a valóságban igaza van, rendkívül kevés anyag áll rendelkezésre. Egyébként az is nagyon érdekes dolog, hogy akár az orosz oldal, akár a nyugat nem a legkorszerűbb fegyvereket veti be ebben a háborúban, mert azt mondják, hogy ha azt bevetik, akkor majd lemásolja a másik oldal, és jaj, akkor mi lesz, de akkor lehet, hogy a 21. századi fegyvereket soha nem vetik be ettől félve? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy jelenleg a 20. századi technika idézőjelben jó a háborúra. Lehet, hogy valamelyik fél előveszi a 21. századi technikát, ha úgy érzi, hogy ezzel katonai győzelmet tud elérni. Jelenleg ezt nem látjuk, sem az oroszok, sem a nyugat nem adják oda a legmodernebb technikát, sőt a nyugat közölte Ukrajnával, hogy nem is tudja szállítani, mert ezek nála is hiányzik. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdést, ezt Dankai István Zsolt küldte Dublinból. Kérdésemet Nógrádi Györgyhöz szeretném intézni. A Német Nagyipari Vállalatok Szövetsége miért nem lép fel a német kormány intézkedései ellen, és úgymond vág rendet a politikusok között, mert szép dolog a szolidaritás az ukrán néppel, de ebbe lassan beledöglik Németország, és Európa ipara és népei. Válaszát előre is köszönöm. A válaszom az, hogy sajnos tökéletesen igaza van. A német ipar nincs abban a helyzetben politikai okok miatt, hogy föllépjen a német gazdasági vagy politikai vezetőkkel szemben, inkább így mondom. A tárgyalások állandóan folynak, de soha nem közvetíti a televízió. Látni kell azt, hogy ma olyan amerikai nyomás jön Európára, ezen belül Németországra, hogy a német tőke mozgás terét behatárolják. Én nem tudom, mondtam-e, Willy Brandt haldoklott. És a fia oda ment hozzá, Péter Brandt, és azt kérdezte apjától, hogy ki volt apa legjobb barátod, és ő azt mondta, hogy Egon Bár. És erre Egon Bár megírt egy visszaemlékezést, sajnos csak németül jött ki, tehát aki németül tud olvasni, ahol leírja, hogy hogy működött a valóságban a német társadalom a 70-es, 80-as években. És leírja azt, hogy például milyen amerikai befolyás volt. Nem akarom elmondani a könyv lényegét. Tehát máshogy fogalmazva, ma az európai gazdaság a politikával szemben nem tudja az érdekeit határozottan érvényre jutatni, többek közt azért, mert az Egyesült Államok érdekei meghatározóak. Az amerikai érdek az, hogy támogassuk tovább Ukrajnát, ugyanezt teszik ők. Az ukrán politika ezt követeli, tehát a jövőkép jelenleg nem túl biztató, sajnos. Ez volt a mai végszó, viszont jövünk a héten még, és akkor reméljük majd valami biztatóbb lesz az utolsó pár mondat, és természetesen az egész műsor is. Gondolkodtam, hogy kellene csinálnunk olyan adást, amikor csak pozitív hírekről beszélünk, mert azért az elmúlt hónapokban ez nem így volt. Benne vagyok, ez egy rövid adás lenne, de megcsináljuk. Nógrádi György, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm.